Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Ma az innovációról fogok nektek beszélni, ami egy meglehetősen felkapott és néha egy kicsit elcsépelt kifejezés a tudomány és technika világában. Általában azokhoz a kutatásokhoz társítjuk, amelyeknek az eredményeit szinte azonnal fel lehet használni a gyakorlatban. Az orvostudományban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban és még az élet rengeteg más területén. Igen, ám csak, hogy van vele egy kis bökkenő. Ez nem mindig megy így izomból, hogy akkor csak azt kutatjuk, amit mindenképpen fel akarunk fedezni. A jól megtervezett, megfontolt, precíz és néha monoton alapkutatások, a váratlan felfedezések, a véletlenszerű aha élmények és ezeknek a mindenféle együtthatásai ugyanúgy részei a folyamatnak. Mondok nektek három nagyon-nagyon híres példát. Ha Fleming lelki ismeretesen elmosogatta volna a Petri akkor most nem lennének antibiotikumaink. A CERN kutatóinak nem kellett volna megbirkózniuk azzal a problémával, hogy vajon hogyan tudják megosztani az adataikat egymással, illetve a világszerte dolgozó különböző fizikusokkal, akkor, akkor már nem lehetnék híres youtuber a web nélkül. Vagy ha brit kutatók nem morfondíroztak volna azon, hogy vajon hogyan választják le magukat a tengeri algák felszínén élő baktériumok, akkor most nem lenne tiszta az okném. Jó, ez lehet, hogy egy kicsit kevésbé híres példa, viszont mivel ezt a videót a Proctor engemből támogatta, azt hiszem, hogy ez belefért. Egyébként igen, a zoknimat valóban az Ariel Alin van mosókapszulákkal mosom, most extra a tisztítóerővel, viszont arra figyeljetek, hogy gyerekek közelébe ne engedjétek. Most mi van a reklámokban is mindig a legváratlanabb helyzetekben veszik elő a különböző termékeket. A ruháimat valóban ezzel mosom, viszont a PR anyagok helyett ássunk egy kicsit mélyebben a témába, úgy ahogy szoktunk, és térjünk vissza a brit tudósokhoz és az algájukhoz. Amikor baktériumokra gondolunk, akkor általában ilyen kis magányosan úszó izék jutnak az eszünkbe, viszont előfordul, hogy szeretnek ezek csapatokba verődni és kolóniákat alkotni. Ezek a kolóniák többnyire egy vékony, úgynevezett biofilm rétekként jelennek meg valamilyen szilárd felszínen, az lehet mondjuk a lefolyó belseje, a fogunk felszíne, vagy mondjuk valami vízben úszó növényi rész. Ami pedig összetartja ezt a biofilmet, az nem más, mint egy ilyen ragacsos, trutymós, szuper ragasztó koktél, amit a baktériumok állítanak elő. Ez többnyire poliszaharidokból, fehérjékből és nukleinsavakból áll. Igen, DNS-ből, sejten kívüli úgynevezett extracelluláris DNS-ből. Ebből nagyon-nagyon kevés van ebben a ragasztó koktélban, viszont nagyon fontos szerepe van abban, hogy összetartsa ezt az egész rutmákot. Ha nincs ez az extracelluláris DNS, akkor szétesik a biofilm. És ez az, amit a brit tudósok. Kiegészítve egy hollandal igazolni tudtak, hogy ha a baktériumok úgy döntenek, hogy szeretnék meghódítani a világot, akkor maguktól nem tudnának elszakadni az algának a felszínétől, csak úgy, hogyha ezt a taknyot is elkezdik bontani. Viszont nem kell az egészet célozni mindenféle enzimekkel, elég, hogyha csak azt a parányi összetevőt, azt az extracelluláris DNS kezdik bontani, és onnantól övék a világ. Ez pedig egy igen elegáns terjedési stratégia azt, hogy elegáns, azt nem én találtam ki, hanem ők írták le 25 millió a cikkben, úgyhogy ennél britebbek szerintem nem is lehetnének. Oké, okay, szuper terjednek ezek a tengeri baktériumok, de mi köze ennek az egésznek az hoz? Hát az, hogy városlakóként általában nem attól kell tartani, hogy a ruhánkat összesározzuk, fűfoltos lesz, vagy motorolaj fog ráfröccsenni, mert nyilván ezek is előfordulnak néha, de a ruháinkon található szennyeződés nagy része, Verítékkel képződik. És most itt nem azt értem ez alatt, hogy kemény munkával koszoljuk a ruhánkat, hanem szó szerint a kosz jelentős része belülről belőlünk származik. Izzadság, fagyú, elhalt hámsejtek. Többnyire ebből áll az, amit az angol szakirodalomban sticky body soul szoktak nevezni, ami, ami magyarra fordítva elég hülyén hangzik, nevezzük mondjuk ragacsos koszmónak. Koszmó ragacs. Ez jó, koszmóragacs. Amikor felveszünk egy új ruhát, akkor látszólag nem történik semmi, hiszen ez a koszmóragacs lényegében láthatatlan. Viszont az a helyzet, hogy a fagyú az igen erősen tapad és nagyon nehéz eltávolítani, különösen alacsony hőfokon, úgyhogy képes megbújni és felhalmozódni idővel a textilszálak között. A kezdetben láthatatlan felhalmozódó koszmóragacs hatására idővel elkezdenek sárgulni a gallérok, a hónaljak, Különböző baktériumok találnak ideális táptalajt, amelyek a rossz szagért fognak felelni, a barátaink egyre távolabb állnak tőlünk, és elér minket a társadalmi elmagányosodás. Jó, lehet, hogy egy kicsit messzire mentem, de nagyjából ez a helyzet. Nem mondom, hogy lehetetlen ettől megszabadulni, hiszen magasabb hőmérsékleten a fagyú folyékonyabbá válik, pláne, hogyha ki is főzzük a ruhát, akkor még a baktériumoknak is oda tudunk ütni, ráadásul különböző fehérítőkkel már nagyon-nagyon régóta fehéríti a ruháit az emberiség. A bökkenő viszont az, hogyha ilyen megoldásokat alkalmazunk, akkor a ruháink hamarabb tönkre mennek, ráadásul a magasabb mosási hőmérséklet magasabb energiafelhasználással is jár, meg különböző egyéb vegyszereket kellene használni, egyetlen tisztítás helyett. Ha viszont csak 30 fokra dobott be a ruháidat a mosógépbe, mert hogy egyébként sok textiliát nem is lenne szabad magasabb hőmérsékleten mosni, akkor igen, ez a kezdetben láthatatlan koszmó ragacs felhalmozódik, megjelenik a jellegzetes elszíneződés, és ez a, az a hamisíthatatlan dohos illat. Ezt nem hiszem, mert tisztán vettem fel a pólót, és már megint büdös. Amikor a Procter kutatóihoz eljutott az algákon élő baktériumok elegáns stratégiája, akkor arra gondoltak, hogy lehet, hogy ők is kipróbálják a módszert. Összeálltak a Novozyme nevű bioteknológiai céggel, hogy kifejlesztenek egy olyan enzimet, ami nagyon hasonló ahhoz, mint amit a bacik is használnak, és kipróbálták, hogy ez vajon hatékonyabbá teszi-e a mosást. És... és igen... A fejlesztés persze nem ennyire egyszerű, nem ennyire elegánsan tündérmeseszerű, mert hogy egy csomó problémát meg kell azért oldani menet közben. Például az új enzimnek együtt kell tudnia dolgozni az összes többi enzimmel is, ami a mosószerben eleve megtalálható, mert hogy minden mosószerben, még a mosódió kivonatokat tartalmazóban is rengeteg enzimet használunk, Erről majd lesz egy másik videó később, úgyhogy erre nem térek ki. Az új enzimnek ráadásul jól kell tudnia működni a különböző hőmérsékleteken, pH értékek és sótartalom mellett, bírnia kell a hosszantartó tárolás, szállítás, és természetesen meg kell oldani azt is, hogy hogyan lehet ezt nagy tömegben legyártani. A történet tehát nem annyira egyszerű, mint ahogy ezt az elő felvázoltam, viszont szerettem volna nektek az innovációnak, azt a vonalát bemutatni, amikor valami egészen váratlan irányból érkezik a segítség egy tök más problémára. Ha tehát a brit tudósok nem kezdenek el azon dilemmázni, hogy a saját biofilmjükben ragadt baktériumok vajon hogyan fognak tovább terjedni, akkor most nem lenne egy kész termék ez alapján a piacon. És szerintem az innovációnak ez az a része, ami, ami igazán elegáns. Köszönöm szépen a Proctor engembőlnek, hogy lehetővé tették ennek a videónak az elkészítését, és hogy összekötöttek azokkal a vegyészekkel, akik ténylegesen a kutatásfejlesztésben dolgoznak, és tudtam tőlük segítséget kérni ennek a videónak az elkészítéséhez. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!